Példátlanul véres támadást indított a Hamász Izrael ellen egy fesztiválon és több városban október 7-én a gázai övezetből. A terroristák több mint 1000 civil embert gyilkoltak meg, több ezren megsérültek, és a legutóbbi információk szerint körülbelül 220-t ejtettek. A válasz sem maradt el. Izrael katonai csapásai mellett beszüntette az övezet víz, villany és üzemanyag ellátását, a gázai övezet határán legalább 300 000 izraeli katona várja a szárazföldi hadművelet indítását, miközben vasárnap Izrael arra szólította fel a gázai övezet északi részén tartózkodókat, hogy hagyják el a térséget, menjenek délre. Mindkét oldalon több ezer halálos áldozata és több ezer sebesültje van a 11 napja tartó a Hamász és Izrael között kirobbant háborúnak. Mára a Hamász 6000 fogoly szabadon bocsátását követeli Izraeltől a túszokért cserébe. Irán megelőző csapással fenyeget, délelőtt összecsapások voltak az izraeli-libanoni határnál az IDF és a Hezbollah között. Az izraeli védelmi erők nemzetközi szóvivője pedig ma bejelentette, hogy a szárazföldi offenzíva helyett lehet, hogy valami más lesz. Jó estét kívánok a szerkesztőtársam Holzer Péter nevében is, Orosz Györgyi vagyok. A tényeket, amelyekből csak néhányat említettem, elolvashatják a hírportálokon. Mi itt ma este elemzésre vállalkozunk. Miért és hogyan történhetett meg mindez? Miért pont most? Mi a Hamász célja? Mit kell megértenünk a régiós feszültségekből? Kinek érdeke a helyzet eszkalálása, és kinek nem? Milyen szerepe és képessége van a nagyhatalmaknak, az Egyesült Államoknak, az Európai Uniónak, Kínának és Oroszországnak a konfliktus rendezésére? És egyáltalán mit kell tudnunk Palesztina és Izrael történelméből ahhoz, hogy értsük és megértsük a jelen történéseit, és ebben a helyzetben tudatosítsuk azt, hogy nekünk mi a dolgunk ezzel a helyzettel itt Közép-Európában. Felelősen megint szcenáriókat keresünk Kaiser Ferenc történésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével. Jó estét kívánok, szia Feri! Jó estét kívánok mindenkinek! Egyértelműen elhúzódó konfliktusra kell számítanunk, és hogy egyáltalán hogy kell értelmeznünk most azt, ami történik? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye eddig a Hamas-Izrael háborúk, ez sajnos már sokadik felvonás, egy ilyen 1-2, maximum 3 hónap alatt lezajlottak, csak ugye itt óriási különbség, hogy most a Hamasznak az akciója az a saját vezetését is meglepve bizonyult, hát borzasztó ilyet mondani, hihetetlen sikernek. Tehát amennyire tudjuk, ugye a szervezet saját kommunikációjából, meg egy-két foglyul ejtett terroristának a vallomásából, az eredeti forgatókönyv szerint a harcosoknak, ugye a támadást elkövető legalább 1000, hanem több terroristának, akik ugye áttörtek a falon, és utána ugye a falon túl, a kerítésen túl, ugye a környező településekre, illetve egy zenei fesztiválra tartva, ugye tömegmészállásokat hajtottak végre. Az eredeti tervek szerint ennek az ember hullámnak a döntő többsége már a falon se ért volna át. Tehát magukat, a palesztinokat, a Hamas vezetését is meglepte, hogy milyen sikeres volt, már bocsánat, hogy ezt mondom egy terrorakció kapcsán, de hogy milyen nagy mennyiségben átjutottak az ő harcosaik. Tehát nem ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv. A kérdés az, hogy miért, ugye most már részben tudjuk, hogy a belső elhárításnak, a Szindbetnek, mert igazából ez nem a Mossad csara, ugye a Mossad az a külső hírszerzés, nyilván ő is figyeli a gázai övezetet, de a gázai övezet meg Ciszjordánia és nyilván Izrael egész belső területe az a Szindbetnek, az elhárításnak a területe. Ugye a Szindbetnek a főnöke, a parancsnoka nemrég ismerte be, hogy ez bizony az ő szervezetének és neki személyesen is a hibája, valószínűleg a konfliktus után ő le is fog mondani. Tehát az izraeli hírszerzés elaludt. Kaptak figyelmeztetéseket, ugye nekik maguknak is volt sok-sok szalmaszáluk, csak ez valahogy nem állt össze bogjává. Tehát az egyes információkat nem rakták össze, illetve nem jól rakták össze. Ugye itt azt is látni kell, hogy a Hamas tudatosan csökkentette az aktivitását. Tehát Izraelben nagyon sokan azt hitték, hogy a Hamas átalakul egyfajta kormányzó erővé. Ugye tudnék, hogy a Hamas nem klasszikus terrorszervezet abban az értelemben, hogy egy politikai szárnya,
kvázi az a gázai kormányzat. Van egy szociális társadalmi szárnya, az osztja a segélyeket, az élelmiszersegélyt, nyugdíjat oszt, üzemelteti a kórházakat, és van ugye a katonai szárnya, ami meg ugye belső rendészeti feladatokat is végrehajt, tehát többé-kevésbé kvázi törvényes tevékenységet is végez, de ugyanide tartoznak a terror támadások is, tehát ugye ők harcolnak úgymond Izrael állammal, és Izraelben azt hitték, hogy ki lehet egyezni a Hamasszal, hogy a Hamasz azért cserébe, hogy kormányozhatja Gázát, eltekint a nagyobb terror támadások. Ugye a közelmúltban is voltak ilyen rakétapárbajok, amikor a gázövezetből akár 100-200 rakétát is indítottak egy nap, de a zömmel a Hamasszal is részben háborúban, de minimum konfliktusban álló iszlám dzsihád követte el. Tehát a Hamasz altatott, úgy tett, mintha megegyezett volna Izraellel, és közben titokban ugye ezrével halmozta fel azokat a rakétákat, amivel túl tudta terhelni a legendás vaskupola rendszert, ami napi több száz rakétát le tud lőni, de ugye ezeket az indító állásokat, ezeket időről újra kell tölteni. Így meg a támadás első órájában közel 3000 rakétát indítottak, és utána még 2000-et vagy 3000-et, a pontos számot se lehet tudni, egyszerűen túlterhelték ezt a rendszert is. Majd még szívesen visszatérek arra, hogy vajon csak az elhárításnak, a belső elhárításnak a hibája ez, vagy valami más is, illetve még a Hamaszra is egy kicsit mélyebben, hogy megértsük jobban ezt a szervezetet, de miért vállalt ekkora támadást a Hamasz? Értem, azt mondod, hogy nem is számítottak ekkora az ő általuk eredményre, de egyrészt ugye Izraelnek muszáj válaszlépést tennie. Viszont a Hamasz nyilván számított arra, hogy erős válaszlépés lesz, ha ő ilyen erőteljesen támad, és hogy ennek, szóval, hogy miért vállalta be ezt most, és miért most? Ugye van egy szimbolikus szempont, ugye október 6-án volt a Jom Kippuri háborúnak az 50 éves évfordulója. 73. októberében ugye két arab ország, Egyiptom és Szíria összehangolt támadása meglepte Izraelt. Az első egy-két napban mind a Golán fennsíkon, mind pedig ugye a Sinai félszigeten, akkor ugye a 67-es hatnapos háborúban Izrael hatalmas területeket foglalt el. Ezeken a helyeken részben áttörik az izraeli védelmet, hogy akkora a pánik, hogy állítólag Golda Meir miniszterelnök azt, hogy komolyan fontolgatta, hogy atomfegyvert vett be Damaszkus és Kairó ellen. Erre végül szerencsére nem került sor. Elsősorban azért, mert azok a tábornokok, bizonyos Simon Peres, Yitzhak Shamir, meg a többiek, akik később mind nagyon komoly politikai szerepet is töltöttek be, nyugtatgatták a miniszter asszonyt, hogy meg fogjuk oldani. És ugye Izrael az első néhány nap nehézsége után ezt a háborút is megnyeri. De ez ugye ez volt az első eset, hogy Izrael sikerül meglepni, ugye akkor a Mossad vallott látványosan kudarcot, és egyébként abba később belebukik Golda Meir. Tehát le kell neki mondania. Ami nagyon fontos, hogy a szimbolika mellett, hogy azt is látni kell, hogy ez nem biztos, hogy csak a Hamasz érdeke volt. Ugye azért nagyon sokan leírták, én is elmondom, hogy a Hamasz vezérkar az elmúlt egy évben legalább kétszer járt Moszkvában. Moszkvának elemi érdeke az, hogy kicsit az ukrajnai háborúról elterelődjön a figyelem. Tehát mondjuk úgy nem sírták tele a párnájukat, amikor meghallották ezt a terrortámadást, mert mindazon fegyver, támogatás, meg figyelem, ami most Izraelnek jut, meg a térségnek jut, az mind nem jut Ukrajnának. Nem véletlen, hogy Zelenszky elnök az elsők között sietett részvétet nyilvánít, és rögtön felállt, hogy akár személyesen is elmegy Izraelbe, hogy Zelenszky nagyon agresszíven, de egyébként kifejezetten sikeresen használja a médiát. Tehát orosz érdek is lehetett. Ennél sokkal egyértelműbben volt Irán érdek ez a támadás. Ugye a Hamasz legnagyobb fegyver szállítója, a legnagyobb támogatója anyagilag is, az az iráni iszlám köztársaság. Teherán nem tudjuk pontosan mennyi, de valószínűleg éves szinten milliárd dollárokkal ugye futja rá az olajbevételekből, támogatja a Hamaszt. Az iráni iszlám forradalmi gárda kiképzői tanítják a Hamasz vezérkarát, tehát a Hamasznak a saját tisztikarát, van állítólag
összekötőjük, nem csak a Hamasznál, a Hezbollahnál is, tehát Libanonban ugyanaz a helyzet. És ami nagyon fontos, hogy Izrael az elmúlt időszakban egyre másra egyezett meg, egyezett ki az arab világ országaival. Ez még a Trump elnökség alatt elinduló úgynevezett Ábrahám egyezmények, vagy Ábrahám folyamat volt, aminek a legfontosabb elem az most következett volna be, majdhogy nem kiegyezett Izrael Szaúd-Arábiával. Ugye Szaúd-Arábia Irán egyik legnagyobb regionális ellenfele, tehát Iránnak abszolút nem érdeke, hogy Szaúd-Arábia kiegyezzen Izraellel. Ezért mondja azt nagyon sok szakértő, hogy Irán azért mondjuk úgy noszogatta egy kicsit a Hamaszt, hogy még mielőtt ugye ezt a megállapodást aláírják, aminek a részeként tulajdonképpen Szaúd-Arábia elismerte volna Izrael létét, azaz nemzetközileg is elismerte volna, még azelőtt csináljanak valamit, amivel ez a megállapodás meghiúsul, és valóban ugye a szaúdi külügy legutóbbi nyilatkozatai alapján most ennek a megállapodásnak az aláírása jó időre lekerült a szírről. Nagyon jó vázlatot is adtál, mert mindennek a mélyére jó lenne majd menni, és ha neked is oké, akkor én szívesen csinálom úgy, hogy beszéljünk egy kicsit a múltról, a történelemről, akár 2000 évet visszamenve, meg azt, hogy vissza kellene menni, meg az elmúlt 100 évről, hogy mi történt, és regionális problémákról, nagyhatalmi érdekekről, ilyesmiről, de így talán mélyen. És akkor, ha rátérhetünk erre a történelmi, hogy hogy alakult Palesztina és Izrael történelme a 2000 évben, szóval meddig kell visszamenni a történelemben, hogy jól értsük ezt a mai szituációt? Hát tulajdonképpen az első zsidó királyságokig is akár, tehát ugye Dávid meg Salamon koráig. Ja, ami nagyon fontos, hogy a Palesztina, Izrael állam, ugye az ősi izraeli királyságok, azok ülő és kalapács között voltak. Tehát egyik oldalon ugye a egyik nagy folyamvölgyi civilizáció, tőlük nyugatra Egyiptom, tőlük elétre pedig ugye a mezopotámiai birodalmak foglaltak helyet, úgyhogy nagyon rövid ideig lehetett izraeli államiság, és hol Egyiptom hódította meg ezt a területet, hol a mezopotámiai birodalmak, köztük például azok az asszírok, akik hírhedettek voltak arra, hogy komplett népeket telepítettek át, vagy ha nem mentek, akkor írtottak ki. Ugye a zsidó lakosságot időről időre elhurcolták, ugye lásd a babiloni fogságot is. Ja, a palesztinok maguk szeretik a filiszteusokig visszavezetni a családfájukat, ez nem biztos, hogy igaz, de hát azért ők is legalább 1500 éve ott laknak ebben a térségben. Ugye itt birodalmak jöttek, mentek, ugye a római birodalom idején volt az egyik legnagyobb zsidó felkelés, ez a Júdás-Makabeus féle, úgynevezett Makabeus felkelés, amit Róma csak úgy tudott pacifikálni, hogy gyakorlatilag elhurcolta a zsidók nagy részét a Szentföldről. És utána a Róma széthullását követően, hogy a zsidóság nagy része nem is tudott visszatérni. Ugye egy terület nem maradhatott üresen, ráadásul ugye Palesztina területe az rendkívül jó helyen van, tehát fontos kereskedelmi útvonal, ugye picit tőle északra ott voltak a föníciai kereskedővárosok is. Ugye itt az arab birodalom, amikor elfoglalja ezt a területet, akkor a lakosság döntő többségét részben kényszerrel, részben gazdasági kényszer, ugye megemelt adókkal, mindenféle egyéb módszerekkel áttérítik az iszlám hitre. Ugye itt egy nagyon kicsi ortodox közösség az, aki itt marad és túléli ezt az egészet. Aztán jönnek a keresztes hadjáratok, ahol egyébként főleg a keresztesek voltak azok, akik menetrendszerű programokat követtek el a zsidó közösségek ellen, már Európában is, ugye nagyon sokszor egyik-másik keresztes hadjárat finanszírozását is úgy oldották meg, hogy kirabolták az útbelső városok zsidó negyedeit. Aztán az oszmán-török birodalom, úgyhogy gyakorlatilag mire eljutunk a 20. századig, addigra a Szentföldön nem nagyon van zsidó lakosság. Van egy pici ultraortodox közösség, akik egyébként többé-kevésbé megvannak a helyi muszlim-arab lakossággal, vannak kisebb keresztény közösségek is, az oszmán-török birodalom nem nagyon háborgatja őket, ugye nagyon fontos, hogy a törököknél azért a könyvallások követői más megítélés alá estek, tehát ugye a keresztények és a zsidók is, mint a többi vallás a muszlim valláson kívül, és ugye itt ami felértékeli Izraelt, az az európai antiszemitizmus.
Tehát ugye a híres hírhet Dreyfus per, amiben ugye árulásért elítélik a francia haderő egyik tisztjét, pusztán azért, mert zsidó volt, és aztán jóval később kiderült, hogy nem is ő árult el haditerveket, hanem egy arisztokrata származású, a másik francia tiszt, aki persze minden gyanú fölött állt, hiszen kék vér csorgott az ereiben. És ugye amikor Dreyfust az Ördög-szigetre száműzik, akkor előtte ugye van egy ilyen nagy katonai parádé, ahol levagdossák a gombokat, a rangjelzéseket, eltörik a kardját, és a többi, és a többi, meg tehát ez eléggé szimpadias jelenet. És ugye ez a francia társadalmat is megosztotta, hogy a maga a Zola is kifejezetten szenvedélyes pamflettel állt ki Dreyfus mellett, mert azért a társadalom egy része látta, hogy ez itt messze nem igaz, ez vegytiszta antiszemitizmus. És ugye a tömegben, aki végignézi az egészet, van egy Theodor Herz nevű, egykor Budapesten született fiatal ember, aki tulajdonképpen ezt követően alapítja meg a politikai cionizmust, aminek az a fő célja, hogy a zsidóság, nem szabad elfelejteni, hogy az orosz birodalomban vannak programok, ugye a hegedűs a háztetőn ennek csodálatos emléket állít, kicsit humorosan, de akkor is benne van az orosz zsidóságnak a tragédiája, de gondoljunk itt a tiszerszlári vérperre, tehát itt vérvádra. Tehát Európa szerte nagyon komoly antiszemitizmusról beszélhetünk, amit egyébként sok helyen az első világháborús nélkülözés csak fokoz. Ugye itt a zsidóság, ugye, hogy egy klasszikust idézek, bizonyos Joseph Goebbels, ha nem lennének zsidók, ki kellene őket találni, tehát minden történelmi korban ideális bűnbaknak bizonyult sajnos, pláne az ortodoxok már máshogy néztek ki, ugye pajeszosak voltak, kipájuk volt, gyanúsan viselkedtek, ráadásul a pénzügyekkel, meg gazdasággal foglalkoztak, ami a, még a középkori embernek csak-csak, de a kora újkorúnak is elég misztikus dolog volt. Így a politikai antiszemitizmus kifejezetten megerősödött, és itt van egy nagyon fontos elem. Az oszmán török birodalom a németek oldalán lép be a háborúba. Már 14 októberében. Pusztán azért, mert az orosz birodalom ugye a háborús erőfeszítése jár, akit lényegében megígérik neki a szövetségesei Nagy-Britannia és Franciaország, hogy meg fogja kapni a tengerszorosokat. Most Enver pasa, hát ugye az új törökök imádják, éppen most róla nevezték el ugye Sztyepanakert fő utcáját, miután ugye azt felszabadították az azeriek, úgymond. Ő programokat is hajtott végre, leginkább a örmények kiirtása kapcsán, ugye legalább másfél millió lemészárolt örmény kapcsán kell ismerni. Enver pasa az örmények meg a zsidóság kifosztásával, vagy ők vezették gyakorlatilag az oszmán török birodalomban, ez a két népcsoport volt az, ami elsősorban kereskedelmi meg bankügyleteket intézett, mert ugye a klasszikus muszlim közösségeknek a Korán a banki tevékenységek egy részét tiltja. Tehát őket tőlük könnyebb volt úgymond pénzt szerezni. Most eközben az európai államok is irgalmatlan mennyiségű pénzeket vesznek föl különféle bankoktól, részben az Egyesült Államoktól, és mivel a török birodalom belépett a központi hatalmak oldalán a világháborúban, az teljesen evidens volt, legalábbis az Antant nagyhatalmainál, hogy akkor a háború után a török birodalmat felosztják, ugye leválasztják róla az arab lakta területeket, és azt hát elbrusztolják, szétosztják Nagy-Britannia és Franciaország között. Ugye ez volt a híres hírhet Sykes-Picot egyezmény, ugye a két külügyér, a brit külügyképviselő, meg a francia külügyminisztérium képviselői ült le. Ezért van az, hogy nagyjából ugye Szíriának, Iraknak, Libanonnak a határai, meg Izrael határa is úgy néznek ki, mint a körzővel, vonalzóval szerkesztették volna őket, mert tényleg így történt, ugye a Jordán határokat is, ha megnézzük, vagy a szaudi határokat. És itt nagyon fontos, hogy a Rothschild család volt ekkor Európa egyik legnagyobb bankháza. A Rothschild bankháznak a brit birodalom irgalmatlan mennyiségű pénzzel tartozott, és Lord Rothschild, aki a politikai cionizmus egyik elkötelezett támogatója volt, ez lényegében a hitel egy részének, nem is azt mondom elengedésért, de kedvező kamatozású átütemezésért cserébe gyakorlatilag meggyőzi ugye a brit külügyet, meg a brit kormányt, hogy
Palesztinában hadd jöhessen létre egy úgymond zsidó nemzeti otthon. Ugye ebből születik a Balfour nyilatkozat, amit egy amerikai zsidó humorista nagyon talán úgy írt le, hogy ez egy kiváló példa arra, hogy egy ember odaadta egy másik embernek egy harmadik nép hazáját, mert akkor ott szinte csak palesztinok laktak. 1917-et írunk. Így van, 17-es a Balfour nyilatkozat. Ja, nagyon fontos, hogy Palesztinát ténylegesen a brit haderő veszi birtokba, ugye a Suezi csatorna felől törelőre Allenby tábornoknak a hadereje, ugye ennek a haderőnek talán a legismertebb tagja, ugye Thomas Edward Lawrence, a jó magyarul ugye Arábia Lőrincre nagyon bután lefordított gerilla szakíró, meg az arab lázadás egyik szervezője, és ezt az egész területet a britek foglalják el. Úgyhogy így gyakorlatilag lehetőségük is nyílik arra, hogy Palesztinában létrehozzanak egy zsidó nemzeti otthon, nem kapkodják el. Ugyanis ugye az arab világ nagy részének elfoglalása után, hogy azért a britek is látják, most itt tömegével fognak érkezni a zsidók, akkor abból lehet egy nagyon komoly felkelés. Európából egyébként az első időszakban nem is jönnek olyan sokan. Tehát Palesztina világvége külső az első világháború után, egy fejletlen, elmaradott, Európához képest középkori infrastruktúrás lehetőségekkel rendelkező terület, tényleg csak a legelszántabbak érkeznek. Ugye a Szovjetunió beli, hát az orosz polgárháború, a Szovjetunió létrejötte, stb. Az első hullámban relatíve sokan érkeznek a volt orosz birodalom területéről, a nyugat-európai területekről nem annyira. De már ez is komoly feszültségeket okoz, ugyanis nagyon komoly pénzek állnak mögöttük. Ugye az úgynevezett zsidó lobby, ugye főleg az Egyesült Államokban lévő gazdagabb zsidó közösség folyamatosan támogatja a Rothschild család mellett a politikai cionista mozgalmat, aki nagyon komoly mennyiségű pénzt tud adni ezeknek a telepeseknek. Tehát a földek, az arab földek egy részét ugye olyan áron veszik meg ezek a zsidó telepesek, amennyit messze nem ér. Ugyanakkor ugye a politikai cionizmusban van egy főszabály, hogy ha valaki vett földet, azt arabnak nem adhatja vissza el. Tehát onnantól kezdve azt a földet, ha tovább is adja, annak csak másik zsidó tulajdonosa lehet. Fejlettebb mezőgazdasági kultúrát hoznak, tehát elindul egy lassú fejlődés, de azért az, hogy egyre többen vannak, az a helyi arab közösségeket egyre jobban zavarja. Ugye itt elindulnak a rajtaütések, ugye a britek képtelenek kezelni a helyzetet, ugye programokra is sor kerül, létrejön egy önvédelmi erő, az úgynevezett Haganah, ebből a Haganahból lesz ugye Izrael állam, létrejötte az úgynevezett függetlenségi háború alatt az izraeli védelmi erő, vagy az Israeli Defense Forces, és ez szépen lassan egyre komolyabb polgárháborúvá eszkalálódik. Nagyon fontos, hogy az igazi tömeges alia, tehát az Izraelbe való visszavándorlás, az elválaszthatatlan a nácizmustól. Tehát 33 után, amikor Adolf Hitler hatalomra kerül, akkor egyre nagyobb mennyiségben indul meg a zsidók elvándorlás. Ugye hozzá kell tenni, hogy sajnos ez a fajta német antiszemitizmus egyáltalán nem volt példa nélkül. Ugye Magyarországon az első zsidó törvényt jócskán Adolf Hitler kancellára választása, választási győzelme előtt már meghozták. Jó, a másodikat meg a harmadikat már ugye csak a 30-as évek végén. De ugye a Romániában is hasonló folyamatok zajlanak le, tehát több európai országban markáns antiszemitizmus lesz megfigyelhető, és emiatt amerikai pénzügyi támogatással, meg a gazdagabb és relatíve nagyobb biztonságban lévő brit zsidóságnak a pénzügyi támogatásával egyre több zsidó telepes érkezik Izraelbe. Akkori nevén Palesztinába. Ugye a probléma viszont az, hogy az ottani lakosság egyre jobban fél. Tehát egyre nagyobb lélekszámban érkezik a zsidóság, kitör egy arab felkelés, amit nem csak Palesztinában, hanem ez kiterjed a mai Jordániára, akkori nevén Transzjordániára, sőt Irakra is, és a britek ennek csak úgy tudnak véget vetni, hogy
Lényegében 36-ban, amikor a legdurvábbá válik az európai zsidóság helyzete, megpróbálják leállítani az egész kivándorlást. Ez többé-kevésbé sikerül is, ugye a háború alatt 39-től kezdve egyre nehezebben érkeznek zsidók Palesztina területére, viszont a háborút követően egy óriási menekült hullám érkezik a térségbe, amit a helyi zsidó vezetők örömmel fogadnak. Nyilván a britek rettenetesen nem. Tehát a britek ezt minden áron meg akarják akadályozni, mert nekik ekkor sokkal fontosabb az arab világ barátsága. Gondoljunk bele, hogy az arab államok szövetségét, az arab ligát 45-ben azért hozzák létre, hogy semmiképpen ne legyen zsidó állam. A helyzet odáig fajul, hogy mind az arabok, mind az izraeliek, amellett, hogy egymást is ölik, tehát mind a zsidók, mind az arabok, amellett mind a két fél támadja a brit haderőt is. Ugye a Stern csoport, akinek az akkori vezetője Menahem Begin, később izrael miniszterelnöke lesz, sőt béke Nobel-díjas, az egy sikeres terror támadásban felrobbantja a Dávid király szállodát, ahol a térséget ellenőrző brit haderőnek a törzse és a parancsnoksága van, több tucat brit tiszt hal meg és sebesül meg, és az Egyesült Királyság ekkor azt mondja, hogy elég. Tehát a britek fogják és kivonják az erőjük döntő többségét, tehát gyakorlatilag hátradobják a gyeplőt, elengedik a lovakat, és innen egyenes út vezet oda, hogy mind a két fél elkezd őrülten fegyverkezni. A palesztinok ugyan hátrányban vannak, de a háború az úgy indul, hogy Egyiptom, akkor még Transzjordánia, meg Szíria, meg Libanon egyszerre négy irányból támadja meg Izraelt. Ugye ez Izrael történetének leghosszabb háborúja, a függetlenségi háború. Hát ez itt kaotikus események vannak. Ugye az ENSZ folyamatosan próbálkozik mindenféle, a briteknek is rengeteg tervük van, de nagyon nehéz ezt a pici területet, ugye 21 néhány ezer négyzetkilométerről van szó, jóval kisebb, mint a Dunántúl, ezt igazságosan elosztani. Ugye mind a két félnek az egész kell, és a nagy kérdés ugye a minden szent városok legszentebb városának, Jeruzsálemnek a sorsa, ugye a zsidóságnak is szent városa, ugye a Siratófal fölött viszont ott áll a sziklamecset, tehát az iszlámnak is szent város, és onnan légvonalban 3 kilométerre van az Olajfák hegye, tehát a kereszténységnek is szent városa. Nincs lehetőség egyességre. Ugye a jellemző példa, hogy a Folke Bernadott grófot, akit ugye közvetíteni küld oda az ENSZ, egy zsidó terrorista csoport gyilkolja meg. Tehát nincs alku. Mind a két félnek kell az egész. Ugye az első arab-izraeli háborúban az dönt, hogyha az arabok képesek lettek volna együttműködni, mint ahogy nem, akkor nagyon gyorsan elfoglalhatták volna, szétverhették volna ezt a formálódó zsidó államot. De ugye inkább, főleg a legjobban szervezett haderő az akkor Jordániának, Transzjordániának van, ez az úgynevezett arab légió, amit zöme brit tisztek vezetnek. Ezért van az, hogy Palesztina eredeti területéből a ma Cisjordániának, vagy nyugati partnak nevezett területet el tudja foglalni ugye Jordánia, és ugye a 67-es hatnapos háborúig meg is tudja tartani. Libanon külön háborúzik, Szíria külön háborúzik, Irak is külcsapatokat, Egyiptom is külön háborúzik, és ugye a hadviselésben egy Karl von Clausewitz nevű, szoktam volt mondani a közszolgálati egyetemen, főleg a tisztjelöltek meg a biztonság és védelempolitika szakos hallgatók által oly méltán utált porosz tábornok, nagyon sok okos dolgot írt le a háborúról című könyvében, és az egyik ilyen nagyon találó tézise az, hogy az van normál esetben előnyben, aki a belső vonalakat tudja használni. Tehát Izrael a meglévő erőit tudja mozgatni. Tehát hol az egyiptomiak ellen veti be őket, hol a jordán csapatok ellen, hol a libanoni csapatok ellen, mert ők nem hangolják össze a műveleteiket. Tehát így lehetővé válik az, hogy nagyjából mind a két fél azonos erőkkel, összesen 80 ezer fővel harcol ebben a háborúban, de Izrael kihasználva az úgynevezett belső vonalak nyújtotta előnyöket, egyesével veri meg az ellenfeleket. Ugye, ami fontos, Egyiptom ebben a háborúban megszerzi a gázaövezetet, az ugye 67-ig egyiptomi ellenőrzés alatt áll,
Libanon meg Szíria nem szerez meg semmit. És innentől kezdve szabadul el igazán a probléma, tudnilik, mind a két fél brutális kegyetlenséggel harcol. Tehát vannak elfoglalt izraeli kibucok, ahol mindenkit megölnek az arab csapatok, viszont vannak olyan palesztin falvak, amiket nyom nélkül kiirtanak a zsidó csapatok. Tehát ez a kölcsönös brutalitás, illetve az, hogy Izrael, a zsidó állam nyeri a háborút, vezet oda, hogy százezrével menekülnek el az izraeli ellenőrzés alá került területekről a palesztinok. Na most ők, a döntő többségük azóta is menekültáborokban él. Tehát sem Egyiptom, sem Jordánia, sem Szíria, sem Libanon nem próbálta meg beintegrálni őket, tehát idegen testként kezelték őket, ilyen politikai játékszerként. És innentől kezdve jönnek létre a különféle palesztin függetlenségi mozgalmak, innentől kezdve van az a palesztin igény, hogy legyen saját államunk, hiszen az ENSZ is megmondta, hogy két államnak kell létrejönni, a zsidó állam már régóta megvan, a palesztin állam már nincs, és ugye ez a kérdés időről időre felvetődik. Nagyon fontos, hogy az első négy arab-izraeli háborúig az iszlám világ, az arab világ azt hiszi, hogy Izrael katonailag legyőzhető. Most ehhez képest ugye 56-ban az úgynevezett Budapest-Szuezi-Iker konfliktusban, mert ugye ez a szuezi háború, ez összekapcsolódott a mi október 23-án induló forradalmunkkal és szabadságharcunkkal, ez... Ugye erre még mondhatták azt az arabok, hogy hát azért győzött Izrael, mert az oldalán beléptek a britek meg a franciák. Részben igaz, de az izraeli haderő nagy részt már akkorra legyőzi az egyiptomi haderő egy jelentős részét, mire a brit meg a francia erők partra szállnak ugye a Nílus deltában. A 67-es hatnapos háborúban viszont Izrael Egyiptomot is, Szíriát is, meg Jordániát is, hát nem tudom máshogy mondani, úgy elveri, mint a két fenekű dobot. Tehát villámgyorsan, hat nap alatt rommáveri mind a három ország haderét, sőt a Szíriába küldött iraki segélyhaderőt is szétverik az izraeliek zömmel a levegőből, hatalmas területeket foglalnak el, ugye egészen a szuezi csatorna vonaláig előre tolják Izrael nyugati határát, megszerzik ugye Cisjordániát, azaz a Jordán folyóig, meg a Holtengerig előre tolják Izrael határát, ez azért fontos, mert ez egy sokkal védhetőbb határ, mint az addigi határ, sőt a Golán fennsíkot is elfoglalják, innen ugye egynek le van Damaszkus, relatíve közel, tehát olyan helyzetbe kerül Izrael, hogy nagyon könnyen elérheti onnan a szír főváros. Nem mellesleg pedig ugye a Jordán vízhozamának több mint a kétharmada a Golánról ered. Tehát a Golán fennsík édesvízbiztonsági szempontból is nagyon fontos Izraelnek. 67 után csak 6 évet kell várni a következő háborúra, említettem is, ez volt a Jom Kippuri. Itt Izraelt meglepik. A két támadó haderő összehangolja hadműveleteit először, ugye a negyedik arab-izraeli háborúban fordul elő először, hogy az arab országok együtt tudnak működni. Ugye Izraelnek az a nagy szerencse, hogy képtelenek az együttműködésre, de itt is győz Izrael, pedig a legkorszerűbb szovjet fegyvereket kapják meg a szírek, meg az egyiptomiak, szovjet tisztek segítik a támadást, a kiképzést, a felkészülést. Ugye egyrészt az Amerika Egyesült Államok segítsége az, ami sorsdöntő, másrészt pedig, hogy ugye az arab haderőknek mindig van hova visszavonulni. Izraelnek, vagy a katonák szokták volt mondani, nincs hadászati mélysége. Tehát Izraelnek nincs hova visszavonulni, és minden izraeli katona pontosan tudja a mai napig is, ha Izrael elveszít egy háborút, akkor a zsidóságot kiírtják, tehát akkor nem marad meg Izrael állam, tehát nem lehetséges kompromisszumos béke. Most a 73-as háború is úgy ér véget, hogy Szíriát is elverik az izraeli csapatok, meg Egyiptomot is, ugyanakkor sokkal komolyabb az izraeli haderő vesztesége úgy haditechnikában, mint élőerőben. Tehát több mint 400 harckocsit veszítenek, több mint 150 repülőgépet az izraeliek. Ha nincs egy nagyon komoly amerikai légi híd meg szállítás, akkor Izrael nem biztos, hogy győz ebben a háborúban. És akkor van egy nagyon komoly fordulat az izraelieknél, meg kell egyezni.
Ugye ki a legnagyobb ellenfél, ki a legerősebb szomszéd? Egyiptom. Tehát Egyiptommal egyeznek meg, amerikai közvetítése. Ugye Egyiptom is halljuk a megegyezésre, hogy Anwar al-Sadat elnöknek elege van abból, hogy Egyiptom eddig négyszer háborúzott Izraellel, mind a négyszer, ugye ebből a második arab-izraeli háborúban lényegében egyedül, mert az arab világ többsége csak úgymond erkölcsi támogatást biztosított. Mind a négyszer Egyiptom szenvedte a legnagyobb veszteséget, és nem ért el semmit. Ugye Szaúd-Arábia, Irak, ugye Egyiptomnak mondjuk úgy az arab világon belül vezető szerepének a kihívói, ügyesen kimaradtak ezekből a konfliktusokból, Sadat elnök is halljuk a megegyezésre, hogy ebből lesz a 78-as Camp David-i megállapodás, Izrael kivonul a sínai félszigetről, kivéve a gázaövezetet, az úgy Izrael részévé válik, és innentől kezdve nincs átfogó nagy háború Izrael és az arab országok között. Ugye a 82-es libanoni háború, az a PFS, ugye a palesztinai felszabadítási szervezet ellen zajlik. Ugye Libanonban polgárháborúban, benn vannak a szírek is, tehát Szíria meg Izrael háborúznak, de Libanonban meg a Golán fölött a légierő, a szír, izraeli határon nincs háború, és azóta ugye 2006-ban, 2008-ban aszimmetrikus szervezetek ellen háborúzik Izrael, tehát 2006-ban ugye a Hezbollah, 2008-ban a Hamas, és azóta kisebb, nagyon aszimmetrikus háborúk zajlanak, viszont nagyon fontos a palesztin kérdést, ez nem oldja meg. Most már generációk óta laknak ezek a szerencsétlenek menekültáborokban. Nagyon fontos, hogy a gázai övezetet ugye 2005-ben kiüríti az izraeli haderő, mert nem tudja pacifikálni, olyan mennyiségű állandó veszteséget szenved el, hogy inkább úgy van vele, hogy elengedjük, hogy akkor falazzák körbe, és létrejön a világ egyik legnagyobb fogolytábora, nevezzük nevén. Tehát ott minden, és ami nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy Izrael sem szereti a gázai övezetben lévő palesztinokat, ennek nagyon régi történelmi oka van, de Egyiptom sem. Tehát Egyiptom felül ugyanúgy egy megerődített határ van, egy darab átkelőhely a Rafai, tehát hogy Egyiptom sem nagyon, mondjuk úgy öleli keblére ezeket az embereket. Ugye a másik irányba, Cisziordániába bonyolultabb a helyzet, ugye ott Cisziordánia azért is fontos, mert Jeruzsálem felé, Jeruzsálemet oldalról biztosítja, ugye ott folyamatos, ugye körülbelül 3,2 milliós lakosság, egy 6000 pár száz négyzetkilométer, tehát megint egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyényi terület körülbelül, ahol most már több mint 500 000 zsidó telepes van, tehát oda folyamatosan érkeznek a telepesek, ugyanúgy, ahogy a Golán-fennsíkra, és ugye ott is van egy telepes mozgalom, és ezek a telepesek hát a legharcosabb zsidó nacionalisták. Ugye mindenki meg elborzadt azon, amit elkövetett a Hamas. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy két napja, vagy három napja a zsidó telepesek egy palesztin temetést lőttek szét. Csak úgy, just for fun. Tehát ők is követnek el terrortámadásokat, de valahogy az izraeli állam megtorlása az ő esetükben nem olyan erős. Tehát Cisziordániában évek óta polgárháborús helyzet van. Szíria nem mond le a Golánról, egyrészt neki Damaszkusz védelme miatt fontos, másrészt neki is kéne a Jordán vizete, pont az édes víz miatt Izrael biztos nem fog lemondani róla. Katonailag Szíria még az arab tavasz előtt se tudta volna elfoglalni, azóta, hogy a Szíria polgárháborúban áll, amit többé-kevésbé már az Assad család és támogatói megnyertek, de még az ország területének nagy részét, körülbelül az egyharmadát nem tudják ellenőrizni. Tehát itt tartunk most, és ugye ebbe a helyzetbe jött az új konfliktus. És még egy kicsit arról, hogy mi lenne a két állam megoldás, és ennek mikor volt egyáltalán esélye, hogy működjön? Hát ugye itt az oszlói béke folyamatot kell megemlíteni. Ugye a két állam megoldás az félig meddig már előrehaladott állapotban van, ugye Palesztínának, a palesztin autonómiának van állandó képviselete az ENSZ-ben, de csak mint megfigyelők vannak jelen. Tehát félig meddig Palesztína már benne van az ENSZ-ben. Nagyon fontos, hogy az ENSZ-BT három állandó tagja,
az USA, Nagy-Britannia és Franciaország nem ismeri el a palesztin államiságot, hogy ők inkább Izrael támogatják. Izrael nem nagyon szeretne önálló palesztin államot. Nagyon újvá tűnik, hogy jó darabig nem is lesz, viszont azt meg látni kell, hogy a palesztinoknak teljesen természetes igényük az, hogy nekik legyen saját államuk, már csak azért is, mert hát mondjuk úgy az arab világ is leginkább csak eszközként használja a palesztinokat, sőt nem csak az arab világ, hát ugye Irán elsősorban az, aki időről időre a Hamasszal, ha neki úgy kívánja úri kedve, meg nyilván külpolitikai érdeke, akkor a Hamasszal megtámadtatja Izraelt, hogy ezzel egy kicsit zűrzavart kavarjon. Iránnak ez mindig jó. Bármilyen nagy konfliktus a Közel-Keleten, az felveri az olajárakat. És ugye nagyon fontos, az Oroszországnak is jó, ha felmennek az olaj meg a földgáz árak, mert a kettő áruk kapcsolva van, tehát gyakorlatilag a kettő egymással mozog, csak egy picit el van tolva, mert kőolajból nyáron fogy a legtöbb turizmus, mezőgazdasági betakarítás, földgázból meg inkább télen a fűtés miatt. Tehát eszközként használja az arab világ is a palesztinokat, nagyon gyakran tényleges segítség nélkül. Ugye egy csodálatos példa, hogy a PFS Egyiptomból először átmegy Jordániába, ott ugye megpróbál a PFS puccsot végrehajtani, mert Jordánia lakosságának egy része, sőt, közel a fele palesztin menekült. Ugye ennek a puccsnak egy fontos eleme lett volna a jordán királyi családnak, nem tudom máshogy mondani, a fizikai kiirtása. Ez nem sikerül, hogy a jordán haderő ezt brutális kegyetlenséggel leveri. Ez az úgynevezett fekete szeptember, ezt követően mennek a palesztinok Libanonba. Ott eszkalálnak egy polgárháborút, ugye több százezer ember érkezik, megborítja Libanon nagyon kényes egyensúlyát, síták, szuníták, keresztények nagyjából egyenlő arányban voltak sokáig az országban. Izrael 82-ben és nagy nehezen egy 6 hónapos háború végén kizavarja a PFS-t és Tunéziába megy. Ott se látják őket egy idő után szívesen, tehát hogy a palesztin mozgalom is egy kényelmetlen teher a legtöbb ország számára, ott vannak, mert belső feszültségeket okoznak. Tehát a palesztinokat az iszlám világ, az arab világ használja, de nagyon gyakran őszintén nem akar rajtuk segíteni. Ezért is akartam visszatérni kicsit arra, hogy valójában csak annyi volt ennek az október 7-i borzalomnak az oka, hogy a kiváltó vagy helyzet, hogy benézte ezt a védelmi erő, vagy a belső hírszerzés, mert valahol azt olvastam a napokban, hogy Netanyahu nemrégiben azt nyilatkozta valahol, hogy az arab kérdés, vagy az arab országokkal meg lehet oldani a feszültséget, anélkül is a palesztin kérdést rendezni. És ennek egyik eleme az is, hogy például Szaúd-Arábia és Izrael fölvenni szándékozott a diplomáciai kapcsolatot. Szóval, hogy te ezt hogy látod? Itt most nagy kérdés, hogy mi lesz a gázővezet lakosságával, meg mi lesz Cisziordánia lakosságával. Egymástól független, ugye Sisi tábornok, hát Egyiptom elnöke, aki ugye egy államcsínt követően került hatalomra, illetve Abdallah jordán király is nagyon határozottan közölte, hogy nem nagyon fognak befogadni palesztin menekülteket, mert ugye az eddigi tapasztalatok alapján soha többet nem engedik őket vissza. Tehát, hogy ez a tömeges elűzése a palesztin lakosságnak, ez nem megoldás. Ugye ezeknek az országoknak is igen ingatag a saját belső politikai helyzete, különösen Jordániának, ugye nagyon komoly belső problémák eszkalációjához vezetne ez a történet. Ugyanakkor Izrael ugye kiüríteni nem tudja Gázát. Halomra mégsem illik leölni az ott élőket. Szerintem az izraeli társadalom egy részét ez finoman szólva sem zavarná, csak ugye itt Izraelnek hosszú távon a nemzetközi érdekeit kell nézni. Tehát a nyugati támogatás Izrael számára létfontosság. Ugye éppen most ígértek meg Izraelnek 10 milliárd dollár értékben fegyvert és más egyebet, amire szükség van, és ezt Izrael meg is fogja kapni. Éves szinten egy 2,5-3 milliárd dollár értékben kap Izrael fegyvert és más egyéb támogatást az Egyesült Államoktól. Nem teheti meg Izrael, hogy eljátsza a nyugatiak jó indulatát, támogatását, márpedig a heteken, hónapokon keresztül azzal lesz tele a nemzetközi sajtó, hogy
halott, széttépet, felrobbant, lemészárolt gyerekeket, és így Izrael azért már tett egy két durva lépést, tehát ugye több bizonyíték van arra, hogy fehér foszforos lőszert használt, ami ugye 800 ezer fokon ég, és ha bőre kerül, a csontba beleég. Tehát irgalmatlan kínokat okoz, és nagy és nagyon nagy arányban a fehér foszfor égés, mérgező is a foszfor, tehát a fehér foszfor lőszertől megégett emberek, akár csak egy ilyen tenyérnyi helyen is, szörnyű kínokozott fognak meghalni. Tehát ez nehezen magyarázható. Egy-két ilyen incidens még el lehet csiklani, de ugye ha nagyon keményen, még keményebben lép fel az izraeli haderő, akkor a nyugati országok szimpátiája látványosan csökkenni fog, mert ugye az arab világ kegyeiért, kőolaj, földgáz, stratégiai szállítási útvonalak, mint a Szuezi csatorna, Hormuzi szoros, a könnyek kapuja, azaz a Bábel-Mandeb, ugye a Vörös-tenger déli részén, az Európai Unió, illetve Nagy-Britannia is igyekszik lépéseket tenni. Tehát Izrael tükörrégen táncol, tehát keménynek kell lennie, de nem szabad olyan annyira keménynek lenni, hogy egy végleg elrontsa mondjuk úgy bimbózó kapcsolatait az arab országokkal, kettő, hogy feláldozza a nyugati támogatást a bosszú oltárán. Tehát természetes reakció lenne, sőt az izraeli társadalom egy része bosszút akar bármi áron, de pont ezt nem szabad Izraelnek csinálni. Tudnék, ez volt a cél. Tehát a Hamas, meg Irán, aki nagy valószínűség az egész akció mögött állt, hogy mennyire azt nem tudjuk, valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni, pont ebben érdekelt. Gondoljunk bele, hogy már most is ugye Európa szerte megfigyelhetően nőtt az antiszemita incidensek aránya. Az Egyesült Királyságban 500%-kal. Igen. Ezeknek az elkövetői zömmel az iszlám területről bevándorolt emberek. Nagyon fontos leszögezni, hogy a több milliós közösségek, a Nyugat-Európában élő több milliós közösségek, ne higgyünk el mindent az M1-nek, meg a hírtévének, közül ez pár száz fő. De valóban a nyugat-európai zsidóság is elkezdett félni. És ugye voltak ilyen szimbolikus akciók, ez ugye a tegnapi borzalom, két svéd szurkolót lőtt le egy Tunéziából. Ez mind összefügg ezzel a konfliktussal. A Hamasznak pont ez volt a célja. Abszolút ez volt a Hamas célja, abszolút ez volt Irán célja, legyen figyelem a palesztin ügyre, erősödjön az antiszemitizmus, és felmenjen a kőolaj meg a földgáz világpiaci ára. Ennyi, vagy további eszkaláció is cél, és ha igen, akkor szóval kinek a célja, és kinek mi a célja a régióban, beleértve Egyiptomot, Szaúd-Arábiát, Iránt, Törökországot, Jordániát? Hát Jordánia szerintem túl akar érni. Tehát Jordánia nem játékos, Libanon sem játékos, ugye megosztott, félig meddig polgárháborús helyzet van, ugye a Hezbollah de facto önálló állam az országon belül időről időre háborúzik Izraellel, amit Libanon népe elszenved. Itt az igazi, a regionális játékosok egyértelműen Törökország, ugye Erdogan egyfajta oszmán-török birodalmi nosztalgiát igyekszik kialakítani, ami nehéz ám, mert a török birodalmat azért az arab világ annyira nem szerette. Úgyhogy Erdogan néha igen meredekeket lép ennek érdekében, amikor bejelentették például, hogy a Roosevelt, az FDR repülőgép hordozó, a világ legnagyobb hadihajója, 110 000 tonna tömény diplomácia, hogy az amerikaiak szokták mondani, megy a térségbe. Akkor Erdogan egyesen azt mondta, hogy mi, hát le fogja ölni a palesztinokat. Nyilván erről szó nincs, tehát az amerikai légierő, haditengerészeti légierő nem fogja bombázni a gázaövezetet. Ez nyilván inkább Iránnak szólt. Izrael a gázaövezetet egyedül is tudja kezelni. Nem biztos, hogy be fog vonulni, sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy teljes pacifikálás biztos nem lesz, mert az olyan mennyiségű katonai és palesztin civil áldozatokkal járna, hogy nem biztos, nem kizárt, hogy bizonyos részekre, kisebb területekre bevonul az izraeli haderő, de egésznek az elfoglalása alig ha megoldható, több tízezer palesztin halott és akár százezekre rúgó sebesült tömeg mellett, és Izrael akkor mindent elveszítene. Elveszíteni a nyugat jó indulatát, magára haragítaná Egyiptomot,
az összes arab szomszédját, hogy Irán így dörzsölné a markát, Szaúd-Arábiát, stb. Tehát Törökország egyértelműen az arab világ, mondjuk úgy, bizalmáért küzd. Versenyhátrányból indul, mert nyilván a helyi játékosok, a helyi hatalmaknak jobb lehetőségeik vannak. Szaúd-Arábiának például van egy csomó olyanja, ami Törökországnak jelenleg nincs pénze. Ugye a török líra hiperinflációban van, Erdoğan elnök akkora zseni, hogy kézi vezérli a gazdaságot, eddig a legtöbb lépése nem annyira jött be. Szaúd-Arábia nagyon offenzív politikát folytat, de főleg pénzzel. Tehát gondoljunk bele, hogy hány mecsetet épít Európa szerte. Tehát ő is, és ugye a Szaúd-Arábiában az a kellemetlen, hogy ugye a szaúdi vallás, ide jutta, akartam mondani a nevét, ez az, amikor már reggel 6-kor az RTL-be ültem. Nem fog eszembe jutni. De mindegy, a szunita vallás szaudira, a vahabizmus megvan, csak megvilágosodtam. Tehát a vahabizmus az kőkemény ebből a szempontból. Tehát az iszlámnak az egyik legkeményebb, a többi vallás legkevésbé befogadó irányzatát támogatják a szaudiak. De ezt ők egész sikeresen teszik. Ugye mecseteket építenek, alapítványokat finanszíroznak, nagyon fontos, hogy a szaúdi királyi család, hát Ibn Saudnak több tucat feleséges, közel 400 ágyasa volt, tehát a szaúdi királyi család közel 6000 tagból áll. Mindannyiuk alanyjogon, még a kisebb hercegek is milliómosok, éves szinten 10 millió dollárokkal támogatják a különféle úgynevezett fundamentalista vagy globális dzsihadista, szalafita mozgalmakat, amit nyilván a nyugat aggódva figyel, de szükségük van a szaúdi kőolajra, meg Szaúd-Arábiába az OPEC-ben. Tehát Szaúd-Arábia komolyabb játékos, mint Törökország. Törökország igazából a közvetlen környezetére figyel. Ennek nagyon egyszerű oka van, úgy hívják, hogy kurdok. Ugye a kurd a világ egyik legnagyobb olyan népcsoportja, hanem a legnagyobb, aminek nincs saját állama. Ugye csak becslések vannak, Törökország a létüket is vitatja. A legtöbb becslés szerint legalább 15 millió kurd él Törökországban, és további mintegy 10 millió szétszórva Észak-Szíriában, Észak-Irakban és Iránban. Ugye ezek közül az észak-iraki meg észak-szír kurd közösségeket Ankara menetrendszerűen bombázza, és időről időre kisebb-nagyobb katonai egységekkel is betör ezekre a területekre. Tehát Törökország igazából a kurd nacionalizmustól, egy esetleges kurd államiságtól fél. Egyiptom az arab világ mondjuk úgy történelmileg hivatott vezetője, a legnépesebb arab ország, most már közel 100 milliós lakossággal, kulturálisan és a legnagyobb szerepek, az egyik legkomolyabb szerepe van, hogy a Kairói Egyetem az arab világ legfontosabb, legnagyobb súlyú, legbefolyásosabb egyeteme. Ugye ezért volt nagyon fontos példa, hogy Barack Hussein Obama, amikor megválasztják Amerika elnöknek, az egyik legelső útja Egyiptomba megy, ahol a Kairói Egyetemen lényegében bocsánatot kért az arab világtól a terrorizmus elleni háború miatt. Tehát Kairó egy szimbolikus pont, Egyiptomban benne is van az ambíció, neki is megvannak a maga problémái, ugye az országon belül egyre erősebb a radikális iszlám, komoly vízmegosztási problémák vannak, főleg Etiópiával, ami ugye elkezdte duzzasztani a nagy reneszánsz vagy újjászületési gáttal Nílus vizét, tehát édesvíz szűkössége fenyeget. De Egyiptom katonailag is, gazdaságilag is, ugye Szuezi csatorna és a turizmus a két aranytojástól jobb tyúkja, és katonai képességeit tekintve is, népesség, kultúra, stb. Hivatott az arab világ vezetésére, hogy időről de felvetődik, ha az ENSZ BT bővülne, akkor az arab világ képviselőjének Egyiptomnak kéne lenni. Ezt Szaúd-Arábia azért nem támogatja teljes mellszélességgel, tehát itt szaudi-egyiptomi vetélkedés is van. Irán egy kicsit outsider a térségben, ugye azért, mert a térség az arab világ döntő többségével szemben, itt ugye Irak az egyszem kivétel, ahol közel 60%-a a lakosságnak síta arab,
Ugye az összes többi országban a szuníták vannak többségben, Irán viszont egy síta állam, sőt nem egyszerűen síta állam, egy teokrácia, tehát egy olyan állam, amit a síta vallási vezetők irányítanak. Ugye egy olyan állam, ahol egy nőt agyon lehet büntetlenül verni azért, mert kilóg a haja a kendő alól. Tehát Irán azért egy kőkemény, a mai napig a vallási szabályok által alul agyon szabályozott állam, amit vaskézzel irányít az egyházi vezetés, a Hamenei ajatollah állam, kedvenc államférfi, a Khomeini, aki az egyik legradikálisabb ugye, síta főpap volt. Irán is igyekszik befolyást építeni, nagyon fontos, hogy erre a síta közösségeket használja. Ugye a Szaúd-Arábia ellenében összetudott fogni Katarral, ugye Katar egy kicsit az arab világ páriája miatt, tudja használni az iraki sítákat, ugye Irán támogatása nélkül alig ha élte volna túl az Assad rezsim, nyilván Moszkva támogatása legalább olyan fontos volt, és hogy Iránnak Izrael közelében van két kinyújtott karja, az egyik ugye a gázővezetben a Hamas, a másik pedig ugye Líbiában a Hezbollah, ugye őket használja, ugye elhangzott, hogy Irán kőkemény akcióval fenyegette meg válaszlépésekkel Izraelt. Nem valószínű, hogy Irán maga fog támadni, sokkal valószínűbb, hogy a Hezbollah is be fog lépni, hát mondjuk, hogy erőteljes iráni javallatra Izrael ellen a háborúba. Milyen jelentősége van akkor annak, hogy ezt Irán bejelentette? Bejelentette volna a Hezbollah is, vagy egyszerűen csak megteszi a Hezbollah? Miért volt ez így előnyös a számukra, vagy miért feltételezik, hogy az? Ugye körülbelül azt tudnám hasonlítani, ahogy időről időre Medvegyev volt elnök úr, megfenyegeti az egész nyugati világot kollektív atomhalállal. Tehát Iránnak folyamatosan bizonygatni kell, hogy ilyen milyen nagy, milyen fontos és milyen erős. Ugye itt az iszlám világ, az arab világ radikálisainak a jó indulatának a megnyeréséről szó van. Tehát amíg az arab világ jelentős része azért inkább kivár. Nyilván elítélik Izraelt azért, amit tesz. Egyik másik ország ad abszurdum iráni szempontból vérlázító módon még részvétét is fejezte ki a terrortámadás után. Tehát az ő kiállásuk messze nem olyan harcos, mint iráni. Irán ugye nagyon kellemes helyzetben van, nem sokat tud rontani a pozícióin. Tehát az iráni megítélés az általánossága véve kifejezetten rossz a világban. Ugye Oroszország most nagyon szereti őket, mert rengeteg fegyvert, drónokat, ballisztikus rakétákat, tüzérségi lőszert tud venni tőlük. Kína azért szereti őket, mert veszi az olajukat, de azért nem szabad elfelejteni, hogy Kína a saját 120 milliós muszlim közösségét, az úgynevezett ujgurokat kőkeményen elnyomja. Úgynevezett átnevelő táborokban, a rossz nyelvek ezeket koncentrációs táboroknak hívják, például disznóhúst etetnek velük, ami körülbelül olyan, mintha elénk patkányhúst tennének, hogy tessék elfogyasztani. És más egyéb brutális dolgokat, a nőket akaratuk ellen is terrorizálják, stb. Tehát a kínai szeretet Irán felé nem annyira korlátlan, ráadásul ugye Iránt ki lehet váltani jóval mérsékeltebb arab országokkal, például ugye azzal a Szaúd-Arábiával, akivel Pekingnek kifejezetten bimbózóak a kapcsolatai. Tehát Irán azért kell, hogy keménykedjen, hogy híveket toborozom. Nem hiszem, hogy katonai támadás lenne belőle. Kezdve azzal, hogy Irán meg Izrael között van egy-két apró akadály, például Irak, Szíria, meg Jordánia. Tehát az iráni haderő nem tud eljutni Izraelig, arról nem is beszélve, hogy ezen országok nem, még Szíriában csak-csak, mert ugye szövetséges, de Irakban, meg főleg Jordániában nem fogadnák felszabadítóként az iráni csapatokat, tehát ez kizárt. Az iráni légierő nem igazán tudja elérni Izraelt, az izraeli légierő jóval korszerűbb eszközparkkal rendelkezik. Ballisztikus rakétákat vethet be, de Izrael pont ezért fejlesztette ki a mindenki által ismert vaskupola mellé, ami inkább ugye a rövid hatótávolságú rakéták, a csőkedékpént, még a tüzérség és az aknavető gránátokat is el tudja fogni. A Dávid paritjája rendszert és az Eró rendszert, ugye a Nyír rendszert, ami
Irán felől, illetve még Saddam Hussein miatt Irak felől érkező ballisztikus rakéták elfogására lett kiépítve. És nem szabad elfelejteni, hogy Izrael atomhatalom. Nem vallja be, de nem is cáfolja, és a nemzetközi közösség általános vélekedése az, hogy legalább 80 atomtöltettel rendelkezik. Tehát Irán ráadásul megtámadja Izraelt, azzal biztos magára vonja az Egyesült Államok haragját, és az Egyesült Államok már a levegőből is. Tehát nem hiszem, hogy az USA például megtámadna Iránt katonailag. Ugye abban a térségbeli arab országok sem biztos, hogy belemennének. De azért az amerikai flotta kényelmes távolságból, akár több száz manőverező robotrepülőgéppel, százával semmisítené meg Irán stratégiai célpontjait. Tehát Irán gyakorlatilag szelet vetne és vihar kapna aratásként. Tehát a megtorlás, a visszacsapás az nagyon komoly lenne. Ráadásul az Egyesült Államok folyamatosan küldi az erőit a térségbe. Az mindenki tudja, hogy egyre jobban nő az amerikai haditengerészet ereje a földközi tenger keleti medencében. Most jelentették be az egyik tengerészgyalogos készenléti erő, az úgynevezett Marine Expedition Unit térségbe vezénylését. Ez egy gyakorlatilag azonnali riadó idejű, tehát riasztástól számítva egy órán belül megy mind az 1800 ember teljes fegyverzettel. És kevésbé látványosan, de megindul az Amerika erők diszlokációja a Perzsa-bölbe is. Tehát Bahreinbe, Kuwaitba és máshol az Egyesült Arab Emírségekbe folyamatosan érkeznek az amerikai szállítógépek, egy-két nagyobb amerikai szállítóhajó is, tehát az Egyesült Államok azért Irán közelébe is óvatos figyelmeztetésként megkezdte az erői felvonultatását, és Irán, ha megtámadja Izraelt külső szereplőként, azzal sok mindent kockáztat. Ugye az arab világ nem szeret Iránt. Ugye az irak-iráni háború 8,5 évig tartott, és az egész arab világ összezárt Saddam Hussein mögött, pedig mindenki tudta, hogy egy pszichopata őrült. De megvédte őket Irántól. Aztán meg lerohant a Kuwaitot 2 évvel később. Ugye ez már egy másik történet. Tehát Irán, ha megtámadja Izraelt, nem biztos, hogy az arab politika, az arab államok vezetése mellé áll. Az arab lakosság egy része biztos üdvözölné, csak hát ugye az arab országok többsége fényévekre van a demokráciától. Tehát lehet, hogy az arab utca ünnepelni, hogy hú, Irán megrakétázta Izraelt, de hogy az arab államok vezetése biztos nem csatlakozna ebben Iránhoz, a 100%. Tehát én inkább úgy mondanám, hogy Irán részéről ez inkább egyfajta szájkarate. Aztán lehet, hogy nem lesz igazam, tehát ugye nem szabad elfelejteni, hogy racionális érvek sorát lehetett felhozni az ellen is, hogy Oroszország miért nem fogja megtámadni Ukrajnát, de a diktátor faktort nem lehet megtippelni. Tehát amikor egy állam ennyire egy személy köré épül, akkor lényegében az ő személyes döntései. Irán esetében pedig Khamenei ajatollahnak nagyon-nagyon komoly beleszólása van, de szerintem az iráni haderő tábornoki kara az úgy finoman jelezte már többször a kedves vezetőnek, hogy nem a világ legjobb ötlete katonai támadást indítani bármilyen formában Izrael ellen. Ott van nekünk a Hezbollah. Majd ő megtámadja helyettünk Izraelt, és nagyon fontos, hogy ebben az esetben a válaszcsapás majd a libanoni nép szenvedi el, nem pedig az iráni lakosság. Muszáj beszélnünk a 4 nagyhatalomról, részben, úgy összességében is, meg külön-külön is, tehát az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kína és Oroszország. Van-e közülük olyan hatalom, amelynek érdeke az eszkaláció? Oroszország, egyértelműen. Egyértelműen? Érdeke, hogy csinálja, vagy tegyen érte, vagy egyszerűen csak haszonélvezője? Abszolút haszonélvezője, tehát mindaz a pénz, támogatás, ami most megy Izraelnek, az nem megy Ukrajnának. Tehát Oroszországnak ez nagyon jó. Haszonélvező abból a szempontból is, hogyha felmegy a kőolaj és földgáz világpiaci ára, az egy gyengíti az európai gazdaságot, akivel ugye Moszkva most kifejezetten rosszban van, ad kettő, Moszkva a legfontosabb export termékeinek, a szénhidrogéneknek az árát emeli meg. Hogy mennyire volt benne, azt nem tudjuk. Az minden esetre jelzésérték, hogy az elmúlt bő egy évben a Hamasz vezérkar 2-szer is járt Moszkvában tárgyalni.
tehát kétszer is megfordultak Moszkvában. Én nem gondolnám, hogy Moszkva direkt módon tudott volna erről a támadásról. Irán sokkal valószínűbb, tehát Irán esetében a sokkal, de sokkal valószínűbb, hogy Irán tudott erről a támadásról. Esetleg pont a már többször említett szaudi-izraeli tárgyalások, megegyezés, megakadályozása, amiért kifejezetten kérte is ezt a támadást, valószínűleg sosem tudjuk meg. Tehát Moszkva a haszonélvezője, de én, meg a legtöbb szakértő, de a legtöbb szakértő, aki kifejezetten a térséggel foglalkoznak, mind azt mondják, hogy Moszkvának nem akkora a szerepe, nem olyan erős a keze a térségben, mint szeretné. Nagyon erős az orosz jelenlét Szíriában, ugye lényegében orosz segítség nélkül, ami 15 szeptemberében érkezik, nem is nyerte volna meg a polgárháborút az Assad család, de a Hamaszra, illetve a Hezbollahra, Iránnak sokkal komolyabb befolyása van. Kína érdekes, ugye Kína kivár. Tehát Kína kifejezetten jó viszonyban állt Izraellel, de igyekszik elnyerni, ugye egyre növekvő energiafüggősége, ugye a kőolaj, földgáz, és a számára stratégiai fontosságú közlekedési útvonalak, az Indiaóceánon keresztül, illetve a Vörös-tengeren és a Szuezi csatornán keresztül éri el az afrikai és főleg az európai piacokat. Fontos az arab világ barátsága. Tehát Peking óvatos lépéseket tesz, igyekszik mérsékelni Izraelt, nem kapkodta el, hogy elítélje a terrortámadást. Ez inkább egyébként annak köszönhető, hogy Izrael kapcsán ugye a nyugati országok nagyon támogatják Izraelt, ergo az ellenpólus, ugye az új felemelkedő hatalmak, mint Kína, meg Oroszország, ezért inkább nem szereti Izraelt. Ezzel ugye az arab világnál lehet piros pontokat szerezni, de Peking egyelőre figyeli az eseményeket, kivár. Azt sem kizárt egyébként, hogy a végén egy megegyezésnél a kínaiak is közvetíteni fognak. Ugye a szaudi-iráni enyhülést nem kis részben Peking mozdította elő. Európa, Kínának egyértelműen célja az, hogy béke legyen a Közel-Keleten? Szerintem igen, azért, mert Kína a világ legnagyobb energiaimportőre. Tehát mondok egy példát, az, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, megpróbálta elfoglalni egész pontosan, az olyan szinten felverte a kőolaj és földgáz világpiaci árát egy időre, hogy volt olyan nap, amikor Kína csak az energiaimporton napi 1 milliárd dollárt bukott. Tehát naponta 1 milliárddal többe került neki a kőolaj és a földgáz megvásárlása, mint a konfliktus előtt. A kínaiak rendkívül érzékenyek a gazdaságukra, tehát az náluk a legfontosabb, alapvetően a világ legjobb üzletemberei, tehát ők nagyon gazdaság alapúan, ugye a politikai terjeszkedőséget is kevésbé látványosan katonai erővel, mint ugye az övés út programmal, vagy más néven az új selyem úttal csinálják. Tehát Peking annál is inkább békét akar, mert ugye az új selyem útnak a tengeri része, az pont a Szuezi csatornán megy keresztül, tehát neki nem érdekel a háború az energiahordozó árak miatt sem, meg a szállítási útvonal miatt sem. Továbbá, ha Európa fegyverkezik, akkor kevesebb kínai árut vesz. Tehát gazdaságilag sem érdeke. Nyilván van benne azért egy kis olyan is, hogy az nem baj, hogyha az európai befolyás gyengül. De ugye van egy óriási kockázat is, ha ez a háború, és ugye Nyugat-Európában már látszik egy-két szikra, ugye megint egy iszlám fundamentalista, tehát vallási fanatikus hullámot indít el, az biztos, hogy belső Kínába is megérkezik. Tehát ott több mint 100 millió kőkeményen elnyomott vallásában is üldözött muszlim él, akikhez azért a globalizáció korában, bár Kína igyekszik az internettől kezdve mindent kontrollálni, de csak elérkeznek ezek a gyújtóhangú dolgok. Tehát Kína a saját muszlim kisebbsége miatt sem abban érdekelt, hogy egy elhúzódó háború legyen, ami radikalizálja a világ muszlim közösségét, mert gondoljunk bele, hogy izraeli közlések szerint Kína ezt nem erősítette meg, de most mély pont ebbe hazudnának. Egy bevásárló központban az izraeli követség egyik munkatársát igaz nem halt meg, de sőt nem is súlyosan, csak könnyebben sérült meg, de megkéselte egy muszlim támadó. Tehát, hogy Kínában is vannak azért
muszlim terrorcselekmények, csak Peking egy borzasztó hatékony stratégiát alkalmaz, nem jelenti be őket. Tehát teljes média kontroll van, Kína nem marketingeli a terrorizmust, elhallgatja. Ugye Kínát, Oroszországot megbeszéltük, az USA nyilván békét akar. Ugye, mennyire, egyébként az Egyesült Államok mennyire tudná lenne képes finanszírozni ezt a két frontot, ugye Ukrajnának is szállít és szolgáltat, mondjuk így, és akkor most kellene ebben a térségben is. Az a háború intenzitásától függ. Tehát az izraeli haderő, ha csak a Gáza övezetről van szó, az saját forrásából meg tudja oldani. Tehát az nem kell jelentős amerikai segítség. Ugye ami arra utal, hogy inkább a precíziós bombázásokra, inkább a különféle irányított tüzérségi lőszerekre helyezi Izrael a hangsúlyt, tehát igyekszik pontos csapásokkal elsősorban a Hamas infrastruktúrát megsemmisíteni. Ugye ez szinte lehetetlen, mert a Hamas hírhette arról, hogy szigorúan mecsetek, iskolák, kórházak, piacok és ENSZ táborok mellé alá rakja ezeket, hogy biztos legyen sok halálos áldozat. Ezeknek az ellátása egy idő után akadozni fog. Ugye már ez a 10 milliárdos csomag, ugye nemrég jelentették be, hogy Izrael 10 milliárd dollár értékben kért elsősorban precíziós fegyverrendszereket, ez arra utal, hogy Izrael elsősorban ezekkel tervez háborúzni. Gondoljunk bele, hogy egy darab Excalibur lőszer, ugye ez egy 155-ös tüzérségi gránát, ami kis szárnyakkal, speciális gázgenerátorral és vezérlőrendszerrel rendelkezik, 50 kilométer egy nagyjából másfél méteres vaslapot teribe találnak vele. Na de ennek a darabára 30 ezer dollár. Azért lehet venni egy full extrás Volkswagen Passatot. Tehát ugye az ukrán haderőnek is ezekre lenne nagy szüksége. Tehát hogyha ez a háború elhúzódik, akkor az USA-nak el kell dönteni, hogy ezeket a borzasztó hatékony, de szó szerint aranyárba kerülő fegyverekből kinek mennyit adjon. Ugye Moszkvában valószínűleg ezért dörzsölik így a kezüket a dolognak, mert ez biztos, hogy csökkenteni fogja Ukrajna támogatását. Itt a nagy kérdés tényleg az, hogy ez a konfliktus meddig tart. Ha csak a Hamas és Izrael között lesz, akkor relatíve hamar vége lesz. Ha Irán így vagy úgy ráveszi a Hezbollahot arra, hogy beavatkozzon Libanonból, hogy egyik-másik szíriai dzsihadista csoportot, hogy Szíria területére indulítson támadást, ezzel kiprovokáljon egy izraeli visszacsapást, ami berántja a szíriai rezsimet és a konfliktusba, akkor az egy elhúzódó háború lehet. Nem valószínű. Egyelőre azért a Hezbollah is ilyen kisebb szimbolikus akciókkal időről időre támadgat, de a legtöbb szakértő azt mondja, Hezbollah ennél sokkal nagyobb támadásokat tudna végrehajtani, ha akarna. De a Hezbollah pontosan látja, hogy mi történik a gázai övezetben, és ami nagyon fontos a Hezbollah, az tényleg a libanoni síták, hogy mondjam, csak politikai és parlamenti képviseletét, közigazgatását, sok mindent ellát, és szemben a Hamasszal, ami tulajdonképpen érzéketlen a palesztin polgári áldozatokra, a Hezbollah sokkal érzékenyebb a libanoni síta áldozatokra. Tehát a Hezbollah nem biztos, hogy ennél nagyobb támadásokat fog intézni, és ha ennél nem intéz nagyobb támadásokat, akkor Izrael megelégszik azzal, hogy precíziós fegyverekkel vissza-vissza lő, és várja, hogy mi lesz. Ami biztos, hogy a térségben béke nem lesz, nemhogy most 50 év múlva sem. Ez nagy kérdés, hogy akkor éppen milyen háború lesz, de hogy ez a konfliktus nem fog elállni az elkövetkezendő évtizedekben sem, az sajnos 100%. Picit menjünk már, fontos kérdésem is, egy fontos dolog, amit most mondtál, picit menjünk már vissza Európára. Igen. Európának mi lehet a szerepe és képessége a helyzet rendezésében? Hát ugye annak idején én nagyon komoly média hírnevet szereztem azzal, hogy csak megosztottam másnak a gondolatát, hogy az Európai Unió az gazdasági óriás, politikai törpe és katonai féreg. Tehát egész egyszerűen Európának
bizonyos nagyhatalmi képességei hiányoznak. Ugye az egész Európai Uniós gondolatot is az a felismerés vezette már 1951-ben, amikor ugye az NSZK és Franciaország létrehozza az Európai Szén és Acél Közösséget, azaz a Montán Uniót, de az 57-es római szerződésektől meg de pláne, ami az Európai Gazdasági Közösséget, hogy az európai országok külön-külön, még Németország meg Franciaország sem olyan erős, hogy globálisan súlyuk legyen. A probléma az, hogy Európa gazdaságilag már többé-kevésbé tud közös érdekek mentén dönteni, de hát az itt is volt. Ugye 14-től 22-ig az önmel Merkel nevével fémjelzett német politika az olcsó földgázért beáldozta a közös orosz ellenes politikát, például vagy Ukrajna megsegítését, de gazdaságilag még úgy, ahogy megvan az az egység, politikailag nincs olyan, hogy európai érdek. Van német érdek, van francia érdek, van olasz érdek, ennek nap mint nap látjuk a jelét, sőt, én mindig szoktam mondani, hogy az Európai Unió politikai tehetetlenségét jó jelzi, hogy egy jó indulattal közepes méretű, épp hogy 9 milliót meghaladó lakosságú ország minden fontos döntésnek keresztbe tud feküdni akar. Márpedig ezen ország vezetője messiás tudattal minden fontos döntésnek keresztbe is fekszik. Tehát politikailag Európa megosztott, tehát van egyfajta francia politika a régióban, mert hagyományosan Szíriában, Libanonban, Algériában, Tunéziában, ugye a gyarmati múltnak köszönhetően vannak francia kapcsolatok. Van egy brit politika a régióban, ugye már nem is EU tag Nagy-Britannia, de ezeknek az országoknak a súlya, ez még Oroszországtól is elmarad. Oroszországnak van egy komplett magánhadserege a régióban, Wagner csoport, ugye Szíriában, illetve ennél fontosabb Líbiában, ahol ugye Khalifa Haftar tábornagy, generalissimus, ugye a fő-fő lázadó hadúr, aki Moszkvában végezte a vezérkari iskolát, haderejét támogatják, ugye érdekes adalék, hogy a legfrissebb hírek szerint a Wagneres egységeket egyre másra veszi át az úgynevezett Redut, ez egy másik orosz katonai magánvállalat, ami egy-egyben az orosz külügyi hírszerzés alá van berakva. Tehát Moszkva szépen lassan, hogy ami várható is volt, ugye Prigozsin, hát sorszerű balesete, hogy nagyon finoman fogalmazzak után, a Wagnernek a harmadik világbeli portfólióit, egységeit szépen lassan egymás után átveszi. Igen. Miért vagy annyira biztos abban, hogy itt a Közel-Keleten 50 év múlva is háború lesz? Szóval miért zárod ki azt, hogy rendeződhessen mondjuk az északír, az Irához hasonlóan az, hogy ekkora feszültségek legyenek? Azért lássunk tisztán, az ira sem volt egyszerű. Tehát az ugye 1916-ban az ír felkelés, az úgynevezett húsvéti felkelés után jött létre. És az irából kivált kisebb lázadó frakciók, ugye a valódi ira, a folytatólagos ira, a ideiglenes ira, tehát volt itt rira, pira, cira, meg más egyéb mindenféle frakciók, azok jócskán az ezred forduló után, még a nagypénteki megállapodás után is követtek el terrortámadásokat. Itt ugye óriási különbség, hogy ott két félnek kellett megegyezni, és ráadásul mind a két fél úgy Írország, mint az Egyesült Királyság, az az Amerika Egyesült Államok szövetségese, gazdasági, katonai és diplomáciai partnere. Itt ugye Izraelnek meg kéne egyeznie az egész arab világgal, meg Iránnal. Na most különösen Teherán azért egy bazi nagy kérdőjel ebben a folyamatban. Ugye itt az arab világnak iszonyatos belső feszültségei vannak. Tehát Izrael úgy, ahogy egy működő demokrácia, szoktuk is mondani, ez egyetlen a térségben, közel-távol nincs olyan. Tehát mindenhol autoritár rezsimek vannak, nagyon fiatal társadalmak. Tehát az arab világ legtöbb országában az átlag életkor körülbelül egy olyan 22-23 év, ami sokkal jobb, mint a szubszaharai afrikai 14-17, de mondjuk az átlag európaival összehasonlít, mondjuk a német 45, vagy az olasz 45, vagy a magyar 43, ezek nagyon fiatal társadalmak, tele gazdasági, politikai feszültségekkel.
amit nagyon nehéz megoldani, mert nem igazán vannak működő gazdaságok, eltekintve talán a kis olajemírségektől, olajkirályságoktól a Perzsa-ből mentén. Nagyon mélyen áthatja ezeket a társadalmakat az iszlám vallás. Tehát amennyire Európa már nem vallásos, tehát azért Magyarországon is népszámláláson, népszámlálásra az emberek egyre nagyobb része vallja magát vallás nélkülinek, és ugye főleg a történelmi egyházak azok látványosan veszítenek minden népszámláláson a híveikből. Addig az iszlám az nem egyszerűen egy vallás, egy életstílus. Mindig lesznek olyan nagyon szegény országok, ahol lesz egy csomó nélkülöző, nyomorgó, jövő és kilátás nélküli fiatal, akiket a különféle radikális mozgalmak meg tudnak szólítani. Tehát az sem lenne elég, ha Izrael meg tudna egyezni a közvetlen szomszédaival, meg Szaúd-Arábiával. Mi lesz Jemennel? Mi lesz Líbiával? Szíriában is még mindig nem látjuk a polgárháború végét. Irakban sem látjuk a polgárháború végét. Tehát nincsen nagyon sok ország, ha megnézzük az úgynevezett törékeny államisági indexet, borzasztóan áll. Ugyanezek az országok a korrupció, tehát a Transparency International-nak a korrupcióérzékelési indexében is katasztrofálisan teljesítenek. És ebben az esetben, amikor egy állam ennyire ramadt helyzetben van, már bocsánat a kicsit pongyol a megfogalmazásért, mindig lehet egy jó ízű zsidózni. Sokkal jobb lenne a helyzet, ha nem lenne Izrael. Megoldanánk minden problémát, ha nem lennének itt a zsidók, és a többi, és a többi. Tehát egy csomó ország politikai vezetése számára, ha minden veszni tűnik, akkor a zsidókártyát mindig ki lehet játszani. Tehát lehet, hogy Izrael normalizálja a kapcsolatait a közvetlen szomszédaival. Libanon meg Szíria esetében nehéz lenne megmondani, hogy kivel. Ugye mind a kettő kvázi több autonómnak tűnő államisággal rendelkező alakulat van a hivatalosan elfogadott központi kormányzaton túl. De hogy a távolabbi országokkal, például egy Szudánnal, vagy egy Jemennel, vagy egy Ománnal, és a sort még folytatni lehet, nem tud, vagy egy Líbiával megint polgárháború van. És ugye nagyon fontos, hogy amíg van iszlám radikalizmus, addig az megjelenik a nyugati világban is. Ha csak minden ezredik, és ugye az Európai Unió, az Europolnak vannak a TESZAT jelentése, ugye ez a terrorizmus helyzet jelentése, mindig az előző évet vizsgálják, nagyjából azt szokták mondani, hogy az iszlám lakosság, ugye az európai muszlim közösségek egy ezreléke sem fogékony a terrorizmusra. De most gondoljunk bele, hogy Németországban vannak 5 millióan. Az egy ezreléke sem, az azt jelenti, hogy akkor legyen csak 4000 potenciális terrorista. Pont elég. Tehát az pont elég. Ugye az közelmúltnak az iszlamista öngyilkos merényleteinél az nagyon csúnya statisztika szokott kijönni, hogy 1 az 5, 1 a 10 az arány. Tehát egy elkövető 5-10 ártatlant öl meg, mire a biztonsági szervek, a rendőrök vagy a katonák semlegesíteni tudják. Tehát ez egy óriási kockázat. És ez oda-vissza működik. Tehát elkövetnek egy sikeres terrortámadást, Európa bekeményít, elkezdik szükségszerűen vegzálni a muszlim közösségeket, mert terroristákat keresnek, a iszlám világban terjed a hír, hogy a szemét keresztény európaiak vegzálják a muszlim közösséget, emögött is biztos a zsidók vannak, tehát újra jön a szokásos zsidókártya, és akkor már is kezdődik újból a verkli. Tehát egészen egyszerűen emberek vagyunk, a történelem folyamatosan ismétli önmagát, én személy szerint nem fogom megélni, de nagyon meg lennék lepve, ha mégis így 102 évesen azzal szembesülnék, hogy kitört a világbéka a Közel-Keleten. Sajnos a Közel-Kelet története nem, hogy az elmúlt 100 év, az elmúlt 1000 év, vagy az elmúlt 2000 év sem a békéről szólt. Nem említettük még Netanyahu és kormánya szerepét, és azt a belső feszültséget, ami Izraelben van, és ahogy Yuval Noah Harari 3 nappal ezelőtt fogalmazott, hogy egyértelműen ő felelős azért, hogy ami történt most október 7-én a gázai térség környékén, meg Izraelben, de hogy mennyire
Tehát ezt a nagy képet nézve, amit most te megrajzoltál, mennyire okolható, vagy mennyire belső feszültség eredménye az, ami megtörtént? Akkor én is idézném Hararit, mert így aztán végképp nem tűnik antiszemitának, amit mondok, mert ő mondta, hogy Netanyahu koalíciós partnereit, ha nem Izraelről lenne szó, nyugodtan lehetne nácinak nevezni. Tehát annyira szélső jobboldali ultranacionalista pártokkal lépett koalícióra, mert más már nem nagyon állt szóba vele. Ugye Netanyahuról először is tudni kell, hogyha belebukik ebbe a történetbe, már pedig jó eséllyel belebukik hosszú távon, akkor őt valószínűleg le fogják csukni. De több korrupciós ügyben, több hatalommal való visszaélési ügyben zajlik ellen a nyomozás, és elég egyértelműek a bizonyítékok. Tehát Netanyahu nagy túlélő, de előbb-utóbb találkozik a börtönnel. Izrael egy jogállam, hogy ezért próbálta meg az ultrajobbos koalíciós partnerével lényegében a bírósági hatalmi ágnak a függetlenségét felszámolni, amiből óriási tömegtüntetések lettek. Ez egyrészt kifelé valóban gyengeséget sugalt, holott igazából ez az önvédelmi társadalomnak, bocsánat, az izraeli társadalomnak egy nagyon erős önvédelmi reakciója volt, ami inkább az erőjele volt. Másfelől, ugye, hogy kedvezzen a radikális koalíciós partnereinek, ugye Netanyahu kifejezetten bátorította és esetenként támogatta is az izraeli telepes mozgalmaknak a támogatását, akik ugye agresszíven terjeszkednek Cisjordániában, vagy ugye a nyugati parton, ahogy Izraelben ezt a területet szokták nevezni. Az pedig folyamatos feszültségeket szült a palesztinok és a zsidó telepesek között. És ebben a forgatókönyvben a palesztinok abszolút áldozatok voltak. Tehát esetenként simán csak elzavartak palesztin közösségeket a saját földjükről, hogy aztán ott pikpak egy megerődített kibucot hozzanak létre, és a tőlük elvett földeken megkezdjék a mezőgazdasági tevékenységet. Tehát ezt az izraeli ellenzék is kifejezetten élesen kritizálta, ezt az agresszív telepes mozgalmat, viszont ugyanezek az agresszív telepes mozgalomnak a tagjai azok, akik Netanyahu egyetlen megmaradt koalíciós partnerét, az ultrajobboldali pártokat támogatták. Tehát a Netanyahu kormányzatnak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy még jobban elmérgesedjen palesztinok és Izrael közötti viszony, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Hamas az eddigi bizonyítékok alapján már lehet, hogy egy éve készült erre az akcióra. Tehát, hogy nem lehet egyértelmű okokozati összefüggést a két dolog között. Nyilván sokat rontott a palesztin-izraeli kapcsolatokon, de sajnos azt is látnék, hogy a Hamas ettől függetlenül már egy ideje készült erre a terrortámadásra. Még azelőtt, hogy Netanyahu sokat gyára kormányt alakított Izraelben. Van még, lejárt az időnk, de van, és utálok erre hivatkozni, de van még három kérdésem. Akkor próbálok rövid lenni. Köszönöm. Jó. Az egyik, és nagyon fontos, hogy ezek alapján, amit elmondtál, milyen további lépésekre lehet számítani, hogy konkretizáljam szerinted, lehet-e szárazföldi hadművelet? Vagy lesz-e? Valami biztos lesz. Tehát Izrael azt se teheti meg, hogy nem megy be. Én személy szerint, nem csak én, a többség úgy gondolja a katonai szakértők közül, hogy olyan pokoli veszteségekkel járna az izraeli haderőre, és ugye a gázaövezet lefelé is igen méretes, tehát több szintes alagút rendszereket épített ki az elmúlt most már 18 évben a Hamas, hiszen 2005 óta lényegében a szervezet ellenőrzi a gázaövezetet, hogy a 2007-ben a Fatahot ki zavarja, tehát 2007 óta kizárólag a Hamas ellenőrzi a gázaövezetet, hogy az addig meghatározó Fatah mozgalmat, mivel az túl puhának és Izrael barátnak bizonyult, legalábbis a Hamas állítása szerint kizavarja, elűzi a gázaövezetből. Tehát az épületek egy része elő van készítve robbantásra. Minden tele van csapdákkal. Ugye a gerilla és a Hamas harcosai azzá válnak a gázai vezetben, rendelkezik a helyismerettel. Tudja, melyik sikátor, merre van, hol van az alagút lejárata. Az izraeli katonák egy számukra idegen térbe mennek, ezt lehet úgy kezelni, hogy porigrombolok mindent, csak akkor ezrével fogom megölni a civileket.
Tehát emiatt azért az, hogy Izrael az egész gázélvezetet elfoglalja, a szinte kizárt. Ráadás, ugye most több mint félmillió ember az övezet északi részéről lement délre, ott még áldatlanabb állapotok vannak, de állítólag legalább ott már van víz. Tehát ott Izrael megkezdte a víz utánpótlás biztosítását. Ha oda bemegy Izrael, ott még több áldozat lesz. Tehát lesz egy minimális szárazföldi betörés, folytatódni fog a blokád, mert valahogy rá kell venni a Hamaszt arra, hogy engedje el a túszokat. Most az, hogy még 6000 harcost visszaadjunk a Hamasznak, az vicc. Tehát abban Izrael nyilván nem fog belemenni. Itt most sokkal inkább a túszokért vizet, vagy túszokért élelmiszert, vagy túszokért gyógyszert, és más egyéb egészségügyi felszerelés megoldás látszik kivitelezhetőnek, csak itt megint az a probléma, hogy a Hamasz vezérkarát nem annyira izgatja a polgári áldozatok szenvedése. Ők vallási fanatikusok, ők egy szent célért harcolnak. Azért meg mindenki köteles áldozatokat hozni. Tehát nagy kérdése az, hogy ilyen praktikus már-már bartel alapon meg lehet egyezni a Hamasszal. Ez a legnagyobb kérdés. Ugye, ha a Hamasz elkezdi mondjuk kivégezni a túszokat, akkor az izraeli haderőnek muszáj bemenni. Ugye az áldozatok családjaival szemben ez alapvető kötelessége. Ha meg bemegy, az is nagy kérdés, hogy hogy megy be. Lehet, hogy csak a különleges műveleti erők, ugye Izrael rendelkezik a világ legjobb, ahogy a köznyelv nevezi őket, kommandós alakulataival közül többel is. Ugye, aki esetleg nézte az internetet, a Szájretet, ugye a haditengerészetnek a különleges műveleti egysége feltette egy videót arról, hogy hogy foglalták vissza a terroristák által elfoglalt katonai tábort, és több mint 250 túszt ott ki tudtak szabadítani. Tehát ez is benne van a lehetséges forgatókönyvek között. Itt tényleg az elsődleges kérdés a túsz helyzet, a második pedig, hogy az Egyesült Államok mit enged meg Izraelnek. Mert az Egyesült Államok azért jól látható módon egyelőre két kézzel így hátulról igyekszik lefogni Izrael kezét, mert nem ér, Washingtonnak nagyon nem érdeke, hogy itt egy nagyobb háború legyen, amiben ne adj Isten a Hamasz mellett belebonyolódik a Hezbollah is, vagy akár Szíria is, mert akkor az oroszok is benne vannak a történetben. Tehát nem tudni, hogy mi lesz a vége. Az biztos, hogy Izraelben még nem született meg a döntés, mert gyakorlatilag múlt hét kedd óta mindenki arra vár, hogy mikor indul meg az izraeli haderő, és a felvételek alapján az izraeli haderő körbe ott van, tehát ugrásra készen vár, csak még nem kaptak parancsot. Nagy kérdés, hogy milyen parancsot kapnak, még egyszer mondom, én személy szerint kizárom azt, hogy az egész gázvezetet elfoglalja Izrael. Nem beszéltünk a Hamas céljáról. Ugye az ő 1988-as alapító kartájukban az szerepel, hogy Izraelt eltörölni a földszintről. Aztán ezen módosítottak 2017-ben, ha jól emlékszem, amikor azt újra választották őket a gázai övezetben. De mi a valóság? Mi a céljuk? Vagy mit tudsz erről? Hát ugye a Hamasz nagyon érdekes, mert ugye a Hamasz vezérkarra Izrael folyamatosan vadászik. Ugye Yassin Sheikh, aki a mozgalom karizmatikus vezetője volt, azt, meg az utódját is, azt Hellfire rakétával, ugye Apache helikopterről egy irányított rakétával lőtték ki a testőrök meg a tömeggyűrűjében. Tehát az Izrael, arról van szó, túl tud lépni a másodlagos károkozáson, tehát hogy ártatlan civilek is meghalnak. És az a baj, hogy valahányszor egy generációt Izrael likvidál, mindig hülyébbek, radikálisabbak jönnek helyettük. Itt megint ugye például a Hamasz katonai parancsnoka, aki ezt az egész támadást nagy valószínűséggel kitervelte, róla azt kell tudni, hogy egy izraeli légicsapásban meghalt a felesége, a 6 hónapos kisfia, meg a 3 éves lánya. Tehát neki nem nagyon van miért szeretni az izraelieket. Tehát ez egy vallásháború, ez egy faji alapú háború, és borzasztó módon hangzik, de hogy ez egy etnikai háború is. Tehát vallási, faji alapú, amit fanatikusok vívnak. Izraeli oldalon is a telepesek, meg a kormány egyes tagja ugyanolyan vallási fanatikusok, mint a Hamasz néhány vezetője. Tehát itt nagyon nehéz kompromisszumra jutni, ezért nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség
igyekezzen mérsékelni a feleket, és ezért borzasztó kellemetlen, hogy például iráni részről szinte csak uszítás jön. Tehát Irán a maga részéről igyekszik élezni ezt a konfliktust. És akkor az utolsó kérdésem, hogy mit tehetünk mi itt Közép-Európában, szerinted? Steiner Kristóf nyilatkozott egy nagyon számomra nagyon szimpatikusat gyakorlatilag a terrortámadás másnapján. Tehát, hogy csak ember van, tehát mindegy, hogy muszlim, mindegy, hogy zsidó, mindegy, hogy keresztény. Tehát nem szabad felülni erre a, hát nem tudom máshogy mondani, részben a kormányzati média által is súlykolt vonalra, hogy minden muszlim terrorista. Borzasztó rossz lenne a világnak, ha lenne 1,6 milliárd öngyilkos már élő. Már mindenkit kiirtottak volna. Tehát én mindenhova elmegyek, igyekszem objektív képet adni. Nem szabad hagyni. Egyébként az izraeliek sem mindig mondanak igazat, tehát mind a két fél torzít, háborúban ez abszolút igaz, mind a két fél a saját maga számára kedvező képet igyekszik kommunikálni. Nem szabad se pró, se kontra, hogy minden arab terrorista, minden muszlim terrorista. A másik oldal az még durvább, mert zsidók ilyenek, stb. Stb. Tudjuk, kik irányítják a világot, ugye a Hír TV-n elhangzó egyik tipik, ugye, suttogva zsidózás, hogy eltartott is, hogy tudjuk, kik állnak a globális háttérhatalom mögött. Alapesetben ezt. Ugye, aki teheti, valószínűleg nem sokára indul több gyűjtés, ugye az ENSZ is gondolkozik rajta, anyagi lehetőségei függvényében adjon valamennyi összeget. Itt viszont sajnos van egy kockázati tényező. Minden segély, ami bemegy a gázélvezetbe, az előbb-utóbb részben a Hamaszhoz kerül. Az most vagy segélyre fordítja, vagy ennivalót vesz belőle, vagy fegyvert. Ugyanakkor irgalmatlan nyomor van, borzasztó szenvezés van már most a térségben, ami valószínűleg csak fokozódni fog. Mást nem hiszem. Tehát drukkolni, szurkolni, hogy a józanész győzön, csak az a baj, hogy ritkán szokott mostanában abban a térségben. Köszönöm szépen. Én még azért egy dolgot hadd javasoljak. Az AFP készített egy felmérést, és a Lakmusz tegnap közölte is, hogy irgalmatlanul gyorsan és nagyon-nagyon nagy mennyiségben terjed fake news, főleg a social médiában, úgyhogy ha valamit én javasolnék, az az, hogy hiteles forrásból tájékozódjon mindenki, és abból pedig aztán ne általánosítsunk, ahogy itt te is megfogalmaztad. Köszönöm szépen, Feri, ez volt a ma esti szalon Kaiser Ferencer a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docensével, és mielőtt elköszönök, még egy fontos dolog, ezeket a szalonokat magánszemélyként szervezem évek óta. A COVID hozott az online térbe, és akkor döntöttem úgy, hogy egyfelől kinyitjuk a szalont, vagyis a meghívottakon kívül bárki megnézheti az online közvetítés nagy részét. Másfelől, hogy az estéket a Hősök Tere Alapítvány javára szervezem, amelynek társalapítója és a kuratórium elnöke vagyok. Ezért is kérlek arra, hogy téged is, meg titeket is, hogy a lehetőségeitekhez mérten adományokkal támogassátok a Hősök Tere Alapítványt. A weboldalunkon a hősöktere.org-on ehhez minden szükséges információt megtaláltok. A csapat és a velünk együtt dolgozó pedagógusok, diákok és önkéntesek, partnerek nevében is köszönöm szépen, hogy számíthatunk rád. Jó éjszakát kívánok a szerkesztőtársam Holzer Péter nevében is. Viszontlátásra!